A két prevádzka, a két magyarská iskola és a két klubba, ezek a koeficientek, ahogy ki vannak számúva, rendben vannak, ahhoz nincs hozzáfűzni valóm. Egyetlen egy hozzáfűzni való van a szlovák oldalon a klubba. Из остава они только роспочки чуть-чуть мате, так во феврале то было одоздане, то был тем предпоклад, же до 10-й триеди вола кого там приеме. Ано. Подла скуточности е то инак. Не е то инак, где си на триеди? Не може бити. Где е на триеди, тераз ви после не влива. Не вади, там сам то препочитал, скоро зола. No, devina, pardon, tak devina. Áno, ja som to prepočítal, z hora dora, keby sme do toho išli, tak okolo 750-800 eur je tam navýšenie, ale nechcem, taký mám návrh, aby sme to schválili, tak ako to je, predložené, ale ideme na školskú jedáleň. V školskom jedálni, v rozpočte, máte spolu 91 583 eur. A tuto v klasifikácii 633 004, to sú prevádzkové stroje a technické zariadenie, sami ste už kúpili v tomto roku za 2922,05 eur. Toto a ešte ďalšie, tu máte v návrhu, máte, že v kapitálovom výdavku chcete kúpiť niečo, hneď ideme na to, že čo? 3000 eur. O túto sumu by som znížil ten rozpočet a dal by som to do rozpočtu obce na kapitálové výdavky. Áno, lebo to obec musí kúpiť, lebo nemôžu majetok. A potom musíme prepočítať tieto koeficienty, aby sme to vedeli bez tých peňazí schváliť ten koeficient. No, to je tých 5000. 922 eur. A za 2922 ste už kúpili 5 a 3000, za 3000 eur by chceli kúpiť konvektomat. Konvektomat je zariadenie, ktorý... Tak voľne to poviem, dobre, dajú sa robiť akože domáce knedle. Iným slovom, nebude sa musieť toľko zmrazených polotovarov, ale viac si vieme navariť akože zo zdravších surovín. Koľko stojí to? 14 tisíc. Ale tu, ja by som takto, môžem, tu je na vašom posúdení. Je to dobrá vec, môžete sa opýtať. Každý, kto má školskú jedáleň, alebo teda aj... zariadenia, ktoré poskytujú gastronómiu, veľmi si chvália tento konvektomat. Áno, stojí veľa peňazí. Tu je taký návrh z mojej strany, poviete však teda vy, dalo by sa to tým spôsobom spraviť, ale potrebujem váš súhlas, že keď tu sa tých 3000 eur, vlastne to sa zníži, tam nám to nehrá nejakú úlohu, lebo 3000 nám zoberete, ale hneď aj zaplatíte. Keď teraz s tým budete súhlasiť. Konvektomat stojí 14 tisíc. Pán Sloboda, ale nemusí to byť on, ktorý nám ten konvektomat dodá, to si môžeme povedať, že kto nám dodá, nejaký splátkový kalendár nám ponúkne. My z tohto rozpočtu, ktorý tam máme, ak ho schválite, vieme ušetriť nejaké finančné prostriedky. Tam sa bavíme rádovo okolo, teraz nechcem presnúť, ale dám vám potom presnú sumu, okolo 5000 eur by sme vedeli my z tohto rozpočtu, čo nám schválite, zaplatiť hneď v prvej splátke. A tu by som potreboval váš súhlas s tým, že či do budúceho roka alebo nám schválíte, že by sme mu zaplatili ten zostatok. Keď to stojí 14 tisíc, 5 tisíc by sme mu dali tento rok
9 by ostalo na budúci rok a ak by pán Sloboda s tým súhlasil, ale na základe prvotných rozhovorov by s tým súhlasil, že by sme mu zaplatili, a teraz ja si vymyslím, vo februári 4 prvú splátku a v septembri treba z druhú splátku. No ak by ste s tým, prepáč, ak by ste s tým súhlasili, ja by som od neho vyžiadal ponuku s tým, že ako bude splátkový kalendár a keď bude obecné zastupiteľstvo, predpokladám, že tento rok ešte bude, predložím vám to, aby ste videli, že koľko vieme my zaplatiť teraz a koľko do budúceho roku sa by sa prenášalo. A ja by, no, taký návrh by som mal, ja, že áno, tie peniaze presunujeme do nášho rozpočtu, do kapitálových výdavkov, na budúce pán riaditeľ si zabezpečí cenové ponuky a potom uvidíme. Ale ja som len tohto spomenul, no. Iba, lebo jasné, ja proste... Ja som chcel aj ja povedať, no. Že vieš čo, aj tieto veci, dajme to aj ten konvektor. Treba, aby niekto vyšpecifikoval, pokiaľ máte záujem, že aký konvektor má. Treba to dať do reklamy, ja som aj minulé. Vieš čo, ja preto hovorím, že predávame počítače a my sme vyhrali. Mm-hmm. Lebo tak boli tie ceny nadhodnotené, že dajme tomu, lebo to nie je vlastné riešenie. A jednak keby to aj išlo, tak je to normálne košer, nikto vlastne by nemohol mať ani ale... námietky. Len vieš čo, treba, dajme tomu, keď ho vieš, niek poradí, či on vyhrá, alebo niekto iný, to je úplne jedno. Samozrejme. Treba tam dať tú špecifikáciu. A hotovo. Ja s týmto súhlasím. Ja som len jeho spomenul, lebo on nám dal, ja vám to môžem treba, preposlať, treba, to čo on... Do budúceho zastupiteľstva cenové ponuky podľa... Vieš, ale cenové ponuky... Ja sa tiež nie som odborný na konvektomat, no to... Ale musíme vidieť, že ale teraz toľko môžeme spraviť, že áno, tie peniaze povieme, že áno, dáme do kapitálového na budúce donese, že koľko presne už vedia aj oni dať, to tam budeme mať pripravené z našej strany teraz tých 3000 eur a potom budeme na budúce vedieť, že áno, tam treba ešte doplatiť to. Treba si to prehodnotiť v každom prípade. Áno. A ešte chcem sa opýtať, pán riaditeľ, to ste už kúpili za tých 2900 volákov? To sme kúpili, no, a to je 5. Pec. To je niečo iné. Kúpili, nie, tento rok sa kupovalo, lebo odišla tá pec. Museli sme kúpiť, aby sme vedeli zabezpečiť varenie. Toto sme sa bavili už len na prechádzajúci. Len preto, z hľadiska rozpočtu je to už problém, lebo my to chceme presunúť na a do účtovníctva, no? Neviem. No. Vy ste nemali kúpovať majetok, áno? Jak Karči hovorí. Len tam bola, však viete, bavili sme sa o tom, že situácia bola, že museli sme. Preto vás upozorním, že treba tu potom nájsť riešenie, že potom, keď už je to kúpené, u vás je to už vyplatené, tak musí ako obec, ako normálne, musí nejako preúčtovať, preúčtovať, ako zriadovateľom. Ale účtovného hľadiska takisto, ako sme to robili minule u tých rybárov, nie? Tak, taký... Tam by mal byť dostať ako škole do kapitálových výdavkov a urobiť zmluvu o prevode správy. No. Tak už to je účtovného hľadiska. A teraz ideme na to. Ale potom? A ešte na ten konvektor som chcela, že rozprávame o zariadení, čo stojí 15 tisíc a vieme, že budova školy je zase v takom stave, že vo veľmi zlom a potrebujeme každý halier, že či je to naozaj také niečo, že v každom prípade potrebujeme, že koľkokrát robíte knedle alebo niečo, že či... Toto je zase ďalšia otázka, no. Vieš, to si povedzme pravdu. Priorita, priorita, vás spraviť a potom modernizovať. Ináč, ja ešte jednu vec som chcel, lebo aj my sme dostali vlastne takýto konvektomat. Je to akože, vieš čo, možno, že treba s takým však odtiaľ z dediny aj tento Tibor Gerda, ktorý robí tieto veci a oni možno, že niekedy aj vyradia takí, ktorí ešte by sa dali využiť. Lebo to je akože dosť veľká... Je, super vec, to ináč by nevedeli pripraviť, ja neviem, aj minútky, že za 10 minút máš pred sebou všetko. Ale ja takisto si myslím, že sú tam aj iné nejaké riešenia. Sú. Toto je taký návrh, bavíme sa. Vieš čo, keď by bola cenová ponuka, tak dá sa to dať predbežne do rozpočtu a vlastne to bude nejaká predpokladaná cena, vlastne, ktorá sa bude vydávať vlastne na tento konvektomat. Ale hovorím, ja si myslím, že dá sa to iné.
Dá, stále sa dá, vždy je viacej riešení, však toto je jeden návrh. A teraz, keby si mi Marika položila otázku, že či sa pripájam ku konvektomatu alebo k oknám, tak jednoznačne poviem, že okná. No. Akože, to si povedzme pravdu. No, potom sme tam ešte alebo nejaké iné. A potom sme tam ešte aj mali fitness park pred dolárakmi, takže za fitness parkom napríklad. Lebo z toho by sme mali aj peniaze, keby sme to vtedy už preberali. Nie je fitness park, prepáčte, dopravné blízko. Teraz robíme rozpočet pre školskú jedáleň a úpravu. Ja rozumiem. Tak ako Karči hovorí, presuňme teda, keď presuňme, ja na budúce donesiem a čo budem mať, to vám prepošlem a na budúce aj vy sa rozhodnete. Ja sa môžem aj Gerdo sa opýtať, keď hovorí, že či má niečo k dispozícii, nemá, ak má, za akých podmienok. Alebo či nepozná niekoho, lebo ja si myslím, že... Môžeme sa to s ním spojiť. A potom idem ďalej. Dobre. Teraz o kapitálových výdavkoch sme hovorili. A tuto v návrhu máme pri školskom stravovaní dve koeficienty. A neviem, že prečo máme dve koeficienty, lebo... Teraz o mzdách sa bavíme, alebo? Áno. O mzdách. No, lebo tie koeficienty sú aj o mzdách, lebo v mzdovom inventúre nevidím zmenu iba od 1. januára. Zmenu od 9. od septembra nevidím. Tak neviem, prečo sú tam dve rozdielne koeficienty pri školskom stravovaní. Nie, vo všetkom. Poď, ďakujem. Azt értem, hogy a eskardéna, két koeficientnek külön. Azért, mert egy első 8 hónapra van az első koeficient, a másik, meg a másik. De a zari egyéni iskolt, a jedálénnál... Hogy erre a rájtre, a mobicnám zásztörvére szól, csak volna rozpočtové provizórium. Ja, ugye az első kotthon van? Itt van. No, én így kaptam meg, két koeficient van. Azért megértettem a többinél, ami van a zápisnyicából, és akkor a rozpostolja provizóriumra volt rá állítva egész celkói rozpost. Ez az első. Az a tavalyi összegre van ez. Igen. És a mostani, meg a 2017-esre van rá. Jó, oké. Vagy a 170 euró, ez van a 2016-os egész évre, mert ott már benne van az ápisznyitában, és akkor arra én... Onnan kezdtek. Nem, és akkor ezt az összeget kaptuk januártól szeptemberig. Szeptemberig, és ha jóval ezt hagyva, akkor októbertől decemberig a három azért van ez a más. Pontosan az van már egész 2017-es évre. És akkor most azt úgy fog kelleni megcsinálni, hogy a januártól szeptemberig, amit megkaptunk, az már rajta van a számlán, és a újból a október és a december az 3 hónap, ki lesz számítva 1.12-de, ugye a 3 hónap a 1.12-de 2017-esnek fog rájönni a számlára, és még a különbözetet rá kell tenni. Mert a különbözetet akkor de akkor most már ezt a másikot, ezt a másik koeficientet, hogy elfogadjuk, ezt átkő azzal a... venni a 3000 eurót. Nem, 5922. No, amennyit mondjuk el nekem. No, 3000 meg a 2922. Érti mindenki? Jó? Megcsináljuk, persze. De a falunak meg kell a rozkocsolva opatrenyét állni, a 2922-re. 5922. Igen, annyival kevesebbet fog kapni a iskola origináléből, és akkor ráteszitek ki a faluban kapitálogi védállók feliskolú. És egy szerződést írtok, hogy önnek egy nagyjászatot sprálni azt a... Itt gyorsan most nem tudjuk ezt a koeficientet kinyomni, mert nincs itt valamilyen... Nem tudom, hogy nem tudom. Igen, meg a pocset gyeti nekem nem az van, ami... Nem, az még nem. Az 38 millió, hogy a többi, 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 hogy a több
Môžeš, ale ja zajtra dodám, bude mi stačiť zajtra, keď to dodám. A teraz to treba schváliť. Schváliť. No dobre, ale koľko sa to chce dodáť zajtra, to v podstate... Fasulu a pejcere a vyškolárova, nejadu a učinu a korve myčina, námoštelná. A tu je ľudia hlások pre vodíru. Kočia, z nekým máš hlások. A zrovna materiál, bo nejme kapitál. Ja z materiálu, nem kapitál. A korve myčina. To máš návrh. Nie, áno. Tak iba to treba znižiť. Ja ale počkaj, teraz sa akým prvom, nebudem, ale ja to tu normálne. No akor hoď ťupni, nehoď ťupni sa nekým, kaž to vie, že tam bolo, ono mi ňom hovorať ťupni nekým. Idem, no. A ešte od nebe bežný video, lebo sa to odpisuje, mňa draga vezerica za jeho vlastne. Čiže nechme to sa medialenia. Je, to si ma teraz dostal. Asi cez tohto slobodu. Ale nevie upraviť faktúru. Musím sa opýtať. Aby to bolo na obec. Odberateľ eventuálne áno, lebo oni zaplatili DPH, takže fakt, z finančnej stránky nič sa nemení. Odberateľ. Kedy to bolo? Môžeš to vrátiť. Spraví sa dobropis. Môže by sa. Môže by. Tak dobropis. Tak potom áno. Ešte raz sa zaujíme. Ja je žiom, pošujem. Tebe dobropis a vystaví sa nová faktúra. A nejaký kto je valtostatné elektronické DPH. Dobropis, to je riešenie. Daj, len čo rojte nejaký DPH. Vem kýri vysašenky. Jak teraz? Vem kýra, inka, valakýra. Vem kýra, inka, valakýra. Či na ťa čoko. Ukrčia, ale z daňového hľadiska dobropis, to je najrozumnejšie riešenie. OK. Mm-hmm. Tak vystavíme dobropis, teda spravíme s dodávateľom s slobodom dobropis. S tým, že vystaví novú faktúru na obec. Áno. A obec a on vám akože... dáva do správy. Mm-hmm. Dobre, tak sa... Teraz presunieme tie výdavky do rozpočtu obce. A nie, oni musia ešte... Ale tak potom, aj tak, ako hovorím, že tak on nám musí vrátiť peniaze na náš účet, to je ten dobropis, a obec to akože zaplatí a o toľko sa zniží. No, dobre. No, proste len tak. Ja si volal... Volal môj balaťko, nečo... Keď môže byť dobropis, môže byť dobropis. Ale ináč, treba zistiť, či to spravuje. A tak ja si myslím, že by nemal mať iný rady. Veď pred ním to mal... Januári, dodatočne, daňový. Ja akkor nem tudja, hogy a akkor... kompetencivel ezzel összeggel kevesebbet kaptok, 5922, és akkor a falunál az úgy lesz, hogy mit tudom én, 250 ezer bezsné rozpocset, és 5922, és akkor nem is kell kapitál, és rozpocset, vagy opatrenje, mert most vagyunk jóvá iskolának a rozpocset. És ott marad ez a végén abban egy sorban az összeg. Mert onnan van aztán ezek a pénzek. Igen, nem adjuk jóvá, csak azt a különbséget hattuk jóvá, amit most el fogunk fogadni. És abban a sorban ott marad az a összeg. Ez a 5922. Igen. És akkor, hogyha hagyjuk, hogy mind kapitálový výdavok, való is lesz egy zmluva a správe majetku, hogy legyen könyvelésileg elintézve a falunál is, meg nálatok is, és akkor nem lesz. Akkor pízlek semmi, csak ez a papír lesz. Jó, hogyha így jó, akkor... Hogy ők megvették, ez a szóvlaszom obce, hogy ők megvették, és akkor azért lett így, hogy mivel hogy ez olyan eset volt, hogy követ mindjárt. Jó, akkor legyen ez a papír. A legegyszerűbb a szituáció is akkor. És a legegyszerűbb így. És akkor, hogy nem, hogy ne legyen faktúra a kicserének. Akkor mindent, hogy ne kelljen azzal mugatni ezt a koeficientet. A koeficient átvesz számítva, mert ez a 5922, az kapitálóvi vidavok lesz a falunál. És kapitálový rozpocset, meg őnek egy kis kapitálový rozpocset. A bezsnyi rozpocset azzal kevesebb lesz. Nem, de ha lesz ez a papír, akkor pízileg nem fog semmi változtatni, nem? Csak a papír lesz... Mert nektek ez nem lehet bezsnyi rozpocset 2900 eurós dolog, ez csak mehet a kapitálový rozpocsetbe, amit ott piszüljétje. To én át kiszítsz.
mondjátok meg akkor Hudát, hogy... Akkor Hudá legyen. Először is. Az, hogy titeket elrendezünk, nekünk kell az a koeficient. Én tudok jobban, vagyis hogy egyszerűbbet, hogy mindenki. És ezt a ponyekhajó náúrság, akkor nyílik csörpán, hogy rossz vért ki a brát, hiszen decemberi például. Hogy mi a legegyszerűbb? Mi a legegyszerűbb? Felsen. Na. És akkor ez a 3000 euró jóval lesz, vagyis hogy minden így jóval lesz hagyva. Igen. Ponyekhászató náúrság, 50 euró, a brát, hiszen akkor nyílik csörpán. Na, 50 gyerek fog látszik. Jaj, no. Na, állották, hogy a celászomát, eltöbb, na, na. És a brát, hiszen náúrság, akkor nyílik csörpán, hogy rossz vért ki. Na, tu egy takýto návrh, és akkor ez így lehet-e? Így lehet-e? Na, mondjad még egyszer, Leci. Že sa schváli tento rozpočet, tak ako a ku koncu roka sa ponechá táto čiastka ako nevyčerpaný rozpočet. A vrátime to naspäť. Ako nedočerpané. A 3-5 štvorke bude mať pár riaditeľ tých 5000 nevyčerpané. No. A vráti sa v decembri na účet ako nevyčerpaná dotácia. Csak megmaradik, mert ő a 2922-t kiadta, akkor nem maradhat meg neki, mint nyavicserpán a vidált hirtenyi ezek. De azok a bármányzat kifizethet, akkor csak a végén 3000 marad meg neki. 3000-et adja vissza. Igen, a 3000-et adja vissza, és lesz egy határozott arra, hogy kifizethette azt a 2922-t, igaz? Az a fontos, hogy évvégén a kapitálóvé rosszpocsétba kerüljön ez a 2922, és legyen meg a sprála a két ovét között. Nem tudom, hogy ugyan könyvelni. Tavaly már volt ilyen. Jó. Hát jó van, akkor legyen úgy, hogy 3000 euró, egy így. Leírni az iskola fogja, hogyha správában van a falu, csak azért kell egy szerződést csinálni, hogy Filisztim szóhasszom, hogy te jöv správe. És akkor a falu úgy is leír, na ottan csak megmarad a 350 és a... Nem mindegy, ezek a beterjesztett mind az öt privátkarok, a Matyasz Kastolára is, a klubra is, a Straubaci az erényi is, ezek a koeficientek javaslom, menjen elfogadásra. Marad nekik gyógy van. Igen. És ez a 3000 euró megvetítés maradjon ott. És akkor vissza lesz adva, jó persze, és vissza lesz adva december. Igen. Akkor ki van mellette? Hányos?
teraz nemáme nejaké chlapanie. A paragraf ten druhý, tretí. O tak neviem. Analízist júniustól.
Ako ťa ty rájú, tak my rájú. Tak my neviem, ja si ho pýtam. Megkaptam meg júliusra, meg augusztusra is a cserkanyi rosszkocsú. És kaptuk meg, mert hát ugyan határozott, hogy mindenkinek ott kell elkapni. Azt nem az, hogy nála költségvetésbe összeadott, csak a programos. Jó, akkor ezt elhasszuk, akkor mi a mellett, hogy én elhasszad a végletány? Ellenet tartottad. Azt nem mondjuk, hogy az kompetenciában már van költségvetési szobot, hogy jól vállaltam pénzt. Mennyi körnek jöttem, mennyi körnek? 47-50, mutatott föl, ez valaki, hogy ott lakik a fehérék mögött valahol, vagy mi ott, amit megyarázták. 92-es azt mondom. Ne így mondja a nevetet. Végség felé, ahogy nem néz. De végség felé, nem? A rész az a sorban. A rész hal? Akkor itt a sarkon a végség, nem? Egy az poszultúja urad, és az a Francis Brunner, akkor annyi, akkor rosszabb, hogy a pásztározta. Következő pont a ősivalasár. Na, abban a 15 ezer euróban, ami a rossz kocsit a jól vált hagyva, abban benne vannak a fellépők, a hangosítás, a nagyszínpad, a hosszú sátor, meg minden ilyen, a ugrálóvár, mondom, ezek a hangosító. És ezen belül itt az a nagy kérdés most, hogy ugye tavaly is az volt a baj, hogy voltak ezek a dohodák, hogy legyenek, vagy hogyan legyenek, legyen eldöntve, mert aztán nem, hogy az lesz megint. Amit tudok most mondani, hogy ma szeptember 27-én a Danza Užívanja verejného priestranstva-ban vyrobená dán 11.220 euró, ami azt jelenti, hogy ez körülbelül a vásárosok 70%-a csak a szombatot fizette meg. Úgyhogy pontosan mennyi fog bejönni, én tippülök annyira kb. Amennyi van a rossz pocsetba, mert vas, attól függ, milyen idő van. Mennyi van a rossz pocsetba? 12. 5. A bevételre? Nem, a kiadásra. Úgyhogy a bevételre. Ami a bevételre mennyi van? 12. 12, igen. A bevétel. Kb. Körülbelül. Szerintem az több lesz. Annál jó Isten lenne annyi, legalább a kiadást. Örülnék nagyon. A rossz pocsetba jó patrinyét kell lenni. Kiadásokra. Igen. Na, ami a kaját illeti, ugye már pénteken lesz a irigy hónajmirigy, azt a, hogy mik, hogyan mennyi főre, azt a Zsaminak össze van írva minden, mindjárt meg is mondhassa. Még esetleg annyit, hogy a koszorúzásnál, ami lesz vasárnap, ott van hangosító a Szőcs Bálint negyedről, ő neki tavaly is úgy volt Zmuvahoz holupráci, szerintem még ezen belül még az abban körülött férjen, meg a, lesz egy fotósunk, a Fuszkaniki Farkasról, aki 130 eurót kért ezért a háromnapos munkáért. Szerintem beszéljük meg, hogy meg lesz egy konferenciánk is, a Valla Varni, innen a főútból. Ő azt mondta, hogy neki, hogyha nem lesz semmi se, vagy meg lesz vendégülve, meg vannak föllépőink is, a metrók, akik nem kérnek pénzt,
csak azért, hogy a kajáért eljönnek, hogy itt lehessenek. Én nekem az a véleményem, hogy ha már most 11.220-nál vagyunk, és még jócskán hívogatnak, jönnek még, és még jövő hét még messze van, jó, én optimista vagyok, teszem azt, hogy lesz egy 13.000 euró. 15 a kiadás, a föllépőkre, mindenre, legyen egy 3.000 a kaja, pia, mit tudom én. Akkor is szerintem ez a falunak a ünnepe, te emberek örülnek. De mikor teszitek a 3.000-et? Azért azt szeretném megkérdezni, hát azért hogy akkor legyen rossz, hogy van a cserpanyért. Hát igen, azt majd azokon nem értek. Megvan a biztonság a cserpanyért neked? Nekem nincs egy könyv, aminek biztos megvan. De nem lesz? Orvost tudom kivenni. Két vagy három hete kértük a cserpanyért a augusztus 31-éhez. Tudod, most nem mondjuk azt, hogy na jó, a 3.000 euró vagy bele, honnan? Van a polgármesternek a reprezentáció, akkor legyen abból fizetve most. Hát azon benne, hogy nem vagyok könyvelő, nem látom a rossz, hogy mennyi van a reprere, van most lekönyvelve, hogy mennyi maradt nekik. Ott nem tudom ezt. Hát mi volt egy előre a nagy reprere? Nem tudom ezt, azért nem, mert nem tudok fel a magatot. Ott valami bennébe volt az visszamen, dotációhoz. Nincsenek egy gyönyörűséget csináltam. 14-ben van fizetve. 11.000. És csak a szomban? Nem. Mondom, hogy a 70%, 50-60-70% szombatra vettem meg, azért, hogy milyen lesz a idő. Tavaly összesen volt szombat, vasárnap 11.000 valami a bevétel. Egész, Danica, Uzsi, Vanya, Verenye. Ja, azt még szeretném megmondani, hogy idején több kajásunk van. Már láttátok, hogy a boros boldék így lesznek, mert borosok is többen vannak. A VPS munkásai meszelik azt, ami fedett itt. Azt ott is borosok lesznek, meg szemben is ilyen boros utca. Van ennyivel több a kajás? Ahol tavaly voltak a boros bódék, ott is kajások lesznek, még kint a vásárló is ez kajás. Itt a restaurant, nem, ahogy a restaurant tovább vissza. Kilenc kajás van. Sok van. A kinti, akik a vásár területén vannak, akik meg minden viszik el arra. De. Minden viszont. Ő is 12, van ott 15 doboz, onnan a Luisa akar. Géza kínszemétbe lesz? Géza kínszemétbe lesz? Géza kínszemétbe lesz? Van a micsoda az a videkarcsi, ami volt a viccelyút, az a megcsináltak az a micsodát, a képkültjük. Megcsináltuk a színpadot, különválasztottuk, érted? Ott van kint a szobor, így van a oszlop, tudod, a színpad különválasztva. Ő mi innen megy, ide figyelj, ott, hogyha minden kötél szakad, hogy így valami mondja a zene, akkor is szól és világos. Jó, de én ismerem a problémát, hogy milyen... Én aztán igazán ismerem a problémát, hiszen, de tudod, ez azzal ki lett küszöbbivel már, hogy a szoborra ki lett tíve az a villanyú. Én mondjuk nem látok különösebb akadályt, hogy lesz plusz két perség. Jó. Ő nekik hosszabb. Itt lesznek a kajások, és lesz már messze, hogy a szoborról le lehet. Nem, az itt a közel van az a kajás. Az csak nem a két parkolóról van szó, de úgy nyilván, hogy itt nem ilyen közelben van. És ott azok le vannak külön biztosítva, érted? Hogyha ő nekik olyan berendezéseik van, amik nem bírja a talat, szóval hogy ott van, az fog ütődni. Az fog ütődni. Még esetleg annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy idén ezért ilyen újdonság, nem tudom mi, tavalyi, ahol viszonyítom, vagyis hogy hát tavaly nekem nagyon nem tetszett, hogy van egy gyönyörű, szép kultúrházunk, nyitva van, mindenki oda jár zuhanyozni, úszik egész vét, a fugárba, bocsánat a kifejezésen, így kellett kisíkani azt, akkor oda nem lehetett egyszerűen belépni, és mondtam, hogy én szerintem ezt nem lehet megengedni, én sehol nincsen nyitva egy kultúrház. Az azért van, hogy 12 éves, hogy nem tudom mennyi, hát meg lehet nézni a diszkók, hogy hogyan néz ki a diszkók után, mindegy. Ezért rendültem
ide a kultúrházba hátra, hogy ne legyen, én szerintem ne legyen nyitva a WC-k miatt, 5 tojtojt, lógerbe meg 3-ot hátra. Oké. Mert azt mondom, hogy szombaton ott van a gépnek is ugye a koncert, most hát a diszkó. Igen, a ifjúseknek persze ott lesz a diszkó, vasárnapra ki kell takarítani, mert aztán meg színház lesz 3-tól. És Én csak közben ilyen informatív dolgot, hogy valójában az egész onnan indult ez a pinteki koncertok, hogy ugye a Timivel összejöttünk, hogy valamilyen utat találjunk meg, hogy olyan zenekarokat vagy a környékbeli zenészeket megszólítsuk, hogy ebből a költségvetésből össze tudjunk hozni egy valami kellemes programot. És a péntek az úgy adódott hozzá, hogy mivel úgyis pénteken összeállítsák a nagyszínpadot, akkor legyen kihasználva, és az adta azt a lehetőséget, hogy a udvarosék bevállalták valójában ingyent egy pluszba, nem kérnek még külön ezért pénzt, hogy pénteken kihangosítsák a két föllépőt, ezt a Anterodot és a Irityónai Mirigyet. Közben én, nekem volt egy olyan ötletem, azt el kell mondjam és informáljuk mindenkit róla, hogy ugye most volt a szerdahelyen a vásárból szintén a udvarosok hangosítottak, és ott volt egy hatalmas nagy két darab display, és arra gondoltam, hogy mivel abban voltak olyan visszhangok, hogy itt hátra nem látták a föllépőket, akkor sikerült megegyeznem egy illetővel, aki hoz ide egy hatalmas displayt, és akkor hátrébb is kényelmesen, akik fognak kajálni vagy borozgatni, azok fogják látni a műsort esetleg, hogyha nem írnak oda előre. És ezzel a display-jelben nem terheltem be a farkasi költségvetést, mert sikerült rá a szponzorokat, támogatókat találnom, hogy körülbelül ennek a displaynek a 3 napra a bérlés az olyan 1500 euró. A szponzorok, támogatók abba támogassák ezt a displayt, amire meg is van a pénz, hogy reklámozzuk nekik a cégüket, vagy azt a prezentáljuk, aki valójában beszállt ebbe a displaybe. Azt hozzateszem, hogy azért sértődés ne történjen. Megszólítottam jó pár vállalkozót, főleg farkasdiakot, hogy azért ez mégiscsak a farkasdi vásárról szól. Valójában 7 vállalkozó dobta össze ezt a pénzt, és akkor ez itt a színpad mellett, vagy ahogyan majd kiadja ezt a helyet, akkor lesz ez a nagy display, hogy tudja róla mindenki. Aztán ugye van ez a barátom, ez a Babicsek Bernát, aki azt mondta, hogy ők eljönnek föllépni, de ő saját maga Dázsit nem kér azért, hogy ide eljön föllépni, mert barátok vagyunk, és így valahogy kisegítsük egymást. Csak akik vele jönnek, legalább azokat ilyen szinten fizessük meg, hogyha megrendeljük őket. És aztán valójában így állt össze egyik a másikkal. Közben a bemondót azt azért is gondoltuk, mert tavaly ugye hát azért sok vendég van, mindenkinek jön vendég, meg van azért itt a vásárban, mint a 3 nap alatt csinálni. Mindig valaki, hogy gyere már jelents be, vagy a pár Zolikának, hogy gyere, jelents be a föllépőket. Egyszerűen nincs nagyon arra idő, hogy még azt pluszba csináljuk, és ahhoz azért föl kell készülni, hogy valahol ki is nézem az a zenekarok bejelentése, vagy a iskolások föllépése. Az egy ilyen pluszba jött, és a fényképész meg szintén azért, mert tavaly én jó magam raktam csak a facéra föl a képeket, hogy az embereket húzza is ez a vásár, még jobban kíváncsiak legyenek, és látogassák a vásárt. Úgyhogy én ennyit szerettem volna mondani, hogy ezek a pluszok azért lettek, és sajnos igazat megmondom, hogy kicsit én nekem is a hibám, hogy elszámultok, én 15-be számultam, 15 000 euróba számultam, hogy csak a föllépőké
re szól ez a pénz, nem számoltunk a kajára, és aztán mikor volt a pénzügyi komisszió, akkor a képviselőknek mondtam, hogy hát ez kicsit túlszárnyoltakba. Megkértem a Timit, hogy dobjon össze egy ilyen összeget, hogy nagyjából mennyi az az összeg, ami a kajára pluszba még italokra fog különni a étterembe, hogy ha esetleg lehetne csinálni ilyen valami úpravaroszpocstú, vagy megtalálni azt a módját, hogy büszkén víghöz is vihessük ezt a őszi vásárt, és ne vagyunk szégyen. Úgyhogy én részemről ennyi volt a beszámoló, esetleg, hogyha valaki még ezen kívül szeretne kérdezni, akkor szívesen válaszok. Még ezen kívül két szponzorunk van, a kommunális biztosító is ad még pénzt, meg a Hulladék Gyűjtőtársaság RCC azok is adnak. Hát az illetve a csodát nem lehetne csinálni, de viszont a legegyszerűbb és a legszebb oldás, amit aztán jeleztük és nekünk is megtalálná, hogy nekünk volna itt megcsinálva úgy, hogy a rendes evői csorba volna csinálva bélmenünknek magyar gulyás knédlivel, ami persze a knédli mikroba melegíthető, a gulyás szintje megmelegíthető, és akkor a vacsorára az volna, és akkor az a 10 porció, az a 28 euró ki volna kapcsolatban érdekre, és akkor tulajdonképpen a üdítők vannak, és akkor megvolna a ők is vendégüve, és azt mondta, hogy önnek ez teljes mértékben megtalálnak a pénteken. Szombaton gondoltuk a reggelire, hogy csináljuk egy picit próbálkozást, mert már azért a boltokértjük, meg a bukkából, a stb. Mindenkinek a legából. Lehívjuk, gondoltam, hogy volna hideg tál rendűvel, ami úgy van, hogy 6 személyes a egy tál, és 13 euróba került volna rendűvel 5 hideg tál, és füstöl kalbász, meg volna savanyú borkával, mustárról még melléje, azért nem az rendő is, mert pénteken hoznak a fehérjék, és az zúcskos ebédre ugye a gulyás, úgy ugyan volt abban is, hogy kint a két katlanban meg volna főzve a gulyás, és akkor tulajdonképpen be volna hozva a főszolgára, behoznák a gulyásokat, és mellé volna bent a hurka és a kalbász, kenyérre, uborkából, mustárra. Ez volna úgy, hogy a vendégeket is kell számolunk ebéd során. Az CCA olyan 150 fő, mert ha már benne vannak a hangosítás is, akkor a rendőrök is, mert a mi rendőreink mellé minden tornocú, a kollégák, ugye olyan mint, amilyenünk mennek akkor, amikor önállók van valamilyen falunak, vagy akármi. Még a zöldek is persze, már az minden szintén mindig csapatoznak hozzánk, úgyhogy ott van abban van számolva, és a vacsoránál volna számolva úgy, hogy így kell mutatni, hogy a gulyásnál számolunk, hogy ebédkor megcsinálásnál a 45 fő focistából, de azoknak vacsorára volna elvíve, mert éppen így fogunk játszani, és akkor ottan van az, hogy önök is volna burka kalbász, meg a gulyás kiküldve ezekbe a shoppingokba, és aztán az ők ottan elfogyasztanák el, hogyha itten volna, akkor az volna benne, hogy nem tudunk se kérdíteni, se készülölni, meg akkor abból ismerik már volt rá például, hogy a turvajzolás, meg a stb. Minden az nem megoldható. Szépen kiviszik oda a pályára, elfogyasszák, és akkor még ottan nyugodtan aztán vegyeltek a vásárba, és szórakozhatnak, hogyha gondolják. Vasárnapra maradna jó, hogy ez a hidegtál és ez a füstölt kalbász. Ebédre volna úgy, hogy húsleves, kirántott hús és szoté, csipemelből volna rizsával és krumplival. Itten annyi van, hogy számolunk el 30 focista gyerekkel, akiknél számoltunk csak a szoté volna rizsával és itt megjönnék a sárton alatt, ugyan lesz a gulyás főzés szombaton, azok maradnak ezek a, ez a pré-prapka, úgynevezett pré-prapka, a legkisebb gyerekek úgy, meg a kisebb, nem dorasztisták, nem még az a Benjaminka, az ilyen jó neveik vannak elesteni, úgyhogy azokkal volna ott a számolva 30 fővel, és 80 fő pedig CCA jelenti a szintén szotét, meg a rizsát vacsoráról, ugyanis a föllépő csinálnak csak a vacsoránál 51 főt. A kihangosítás, stb. Minden hozzájön, hogy ott is, hogy az
Jó, hát lát, ingyen meg minden, és még ott, még számolnak arra, hogy a húszfőre volna, úgymond burka is, meg kolbász is megcsinálva hozzá, mert hát persze egy kolbászból csinálunk kettőt, fogtából csinálunk kettőt, de ha megezért még a szotét is, a többi, abban már észre értem, jól lakunk, de ne legyen az, hogy véletlenül nem jutott, vagy nem marad, úgyhogy ez itt meg volna mellejel csinálva. És volna persze pogács az mindig hagyományosan az asztalnál és a svéd asztalon volna, még vasárnap volna a ebédhöz, a ünnepélyes ebédhöz, fúrosanyos, mint nem volt tavaly is. És nem számítottátok meg ezt, hogy ez mennyibe kerülne mind? Hát volna az ünnepélyet. Hát és akkor még hogy vagyunk jóvá valamit, amikor nem tudjuk, hogy mit? Hogyan lesznek, vagy lesz neki fizetve, vagy nem lesznek. Szabad, lesz nekik szabad is meg? Nem. Tavaly sem úgy volt. Az, de mondjátok még a igazat, hogy egyszerűen ők nagyné volnóért nem fognak elnyúlni. Nem. Bedolgozni, kerek perc meg kell mondani, nem kell kerületni a kalsarra. Nem azt jelentetik, hogy és a másik dolog, hogy ide ember kő, hogy itt a válság tökéletes legyen, abban tisztában kell lenni. De akkor ez akkor, akkor... számítva, akkor amikor az pocsét volt összeállítva. Ezt mind tudtátok? Mi volt benne? A domodára volt. Hol gondoltam? Benne volt a návodra. Meg volt indokolni. Találjuk meg azt a módját, hogy legyen ebben valamilyen kompromisszum tényleg, mert se neked, se nekem nem megy a zsebébe, mert 3 napig itt leszünk non-stop, ingyen. És szívesen csinálom azért, mert büszke vagyok erre falura. Az, hogy igen, alkalmazva vannak és nem válulják be náradné volnóért. Elhiszem, mert az olyan emberek, nem nézik meg senkit, de ők arra várnak, hogy csak eljönnek dolgozni, és akkor egy picit keressenek. De nem tudom, hogy már ki van a dohodákról az a pénz. 2500 euró el volt fogadva. 3214 euró 47 a cökvalcinapráce. Rubávó tisztán csinál 1758 euró 8 centet, 21 ember. És mennyiket számítottak, hogy alkapnak? Két napra a... Hát ez is szóval különböző kategóriára. 21 ember kint fog a vasárnapra jönni, ha nem lehet szedni, fölügyelni, hogy nem? Nem, szakácsnő, a szemét összeszedés, abba is tisztában. Adót fogják szabni, a Anikó, a Juli fog segíteni, akkor szakácsnőink is lesznek, akkor a villanyosunk lesz a bugár balkónál, akkor a kiállításnál közben betennünk 4 órára. Én elhiszem, hogy azokat az embereket meg kell fizetni, aki így mondom... Akkor mondjátok meg, hogy ugyan legyen. Na, én nekem az a nézetem, azt az embert, aki igen, hogy kint Karcsi szedi a szemetet, meg fölügyeli, de... Karcsi, úgy veszünk. Ugyan mondjam, például, de neked is a munkán... Igen. Ez a, ami fő tevékenységét kulturális felelőt, bár nem van a munka körülbelül, igaz? De neked ez a munka itt csúcsosodik ki ebben évben. Én nem tudom, hogy abban a 21 emlékben te bármely vagy. Nem mondod te azt is, hogy igen, én 2 nap náradnéval beillékszem. Na én nem tudom, bármely vagy, fogalmam sincs. Én csak éppen rád mondtam, nem tudom, hogy az a 21 emberben nem lehet úgy, hát, figyelj! Én itt meg kell fizetni, én azt gondolom, hogy ez a válság minden évben probléma. Ma ugyanoda jutottunk el, amit százszor mondtam. Ezt, amiről ma beszélünk, ez kb. 3 vagy 4 hónappal ezelőtt kellett volna megbeszélni. Ma min akarunk változtatni? Gondolom, a együttesek meg vannak rendőve, emberek itt ma nincs kit visszahívni. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb probléma, ahol van, ha túllőttünk a célon és öli alaposan.
Én felek nem szólnák, ha 20 ezer euró dotáció el lett volna intézve. Ha nincs dotációnk, akkor máskor férjünk bele abba a pénzbe, amit be tudunk szedni. Mert ez a realitás. Mert ma 15 ezer euró a föllépők meg a többiek. 3 ezer euró még nem biztos, hogy elég lesz a ebédre. Azt, amit a Zsani mondott, hát ne ragudjatok, én is szégyenlem magamat, hogy ma eljönnek a vendégem, mert szombaton itt vannak Szolinszkálucsáról, megjönnek a magyarok, és minden éve hurkát, kalbaszt etetünk velük. Ez a igazság. Mert tudod, mint megvendégüljük a fél falut, és azok a emberek, akik bejönnek ide, és tényleg itt vannak a polgármesterek, meg akiket megtisztelünk, őket meg nem tudjuk valamilyen módon. Ez mind a kajából. Én nekem azzal sincs problémám, hogy a embereket igen fizessük meg. Mert most senki nem fog ingyen dolgozni. Ezt meg kell érteni mindenkinek. Itt csak az a probléma, hogy nekünk ez a vásár, én ott nagyjából itt számolom, bele fog kerülni jó 20-ba, de inkább 22 ezer euróba. Itt ez a probléma. Mert nekünk akkor már előre meg kellett volna találni, vagy azt mondani, hogy gyerekek, igen, akkor ezt a részt kihúzunk, és beleférünk 15-be, vagy megcsinálni azt, hogy megemeljük a bevételi oldalt nem 12-re, hanem 17-re. Mert ez így működik. Ez így nem működik, hogy egy héttel vásár előtt arról beszélünk, hogy mit kéne csinálni, vagy mi. Ezt, amit mondunk, hogy te kapsz, vagy ő kap, vagy én nem tudom, vagy itten, de akárki kap pénzt, ezért ma mit beszélünk? Azoknak embereknek meg kell fizetni. Most azt kell megkeresni, hogy honnét. És én azt gondolom, én már többször is megmondtam, ne haragudjon senki, de ez így, már elnézést a kifejezés, ez nem megoldás, amit csinálunk. A vásárra, a programot nem egy héttel kell meg, én nem tudom, mit beszámolni arról, hogy mi lesz, meg én nem tudom. Hanem ezt jóvá kellett volna hagynunk a múltkor képviselőtestület ülése, és azt mondani, hogy gyerekek, ezt nem lehet, ezt nem lehet, ezt nem lehet. Most kit akarunk visszahívni? Ezt én nálam még nem csinálna senki, én ezt ki kijelentem. Azt tudni. Tibor, igazat adok, de azt azért hozzáteszem, hogy tavaly sokkal korábban összejöttünk, és a kultúrkomisszió foglalkozott vele, de mivel Zolika lemondott, én mostan megkaptam pár héttel ezelőtt a kultúrkomisszió részét. Én ezt nem tudtam hamarabb elkészíteni, ő felett, érted? Én tudom, hogy hogy ezt már hamarabb körülbelül. Egy fontos dolog, hogy itt nem hangzott el, hogy az előző képviselőgyűlésen fogadtuk el. Azt akartam mondani, hogy akkor mi... Úgyhogy itt még nem volt végképp, még az sem volt, hogy egyáltalán 12 lesz, 9, 15, 15. Itt nem is arról van, egyetlen egy dologról van szó, hogy mennyi pénzt adjunk mi erre ki. Mert azt, amit mondtam, igen, én is azt mondom, képviseljük a falut egy valamilyen szinten. De a másik oldalon nekünk bele kell férni egy olyan összegbe, ami egy olyan is kell. Mert néhányszor fogunk azon vitatkozni, hogy 1000 eurót nem adjuk erre vagy arra, ma azt a jobban hagyott pénzt átlépjük 7-8 ezer euróval. Még egy pillanat. Tavaly jóval lett hagyva egy rossz pocs, hogy 12 ezer euró volt, ugyanígy, mint most, vásár 12 ezer euró. Meg lett kérdezve a képviselőktől, 12 csak a föllépőkre van? Igen. Ott van a 15, most direkt megkérdezte csak a föllépőkre. Krisztián, nem úgy volt? Igen. Jó, valaki azt mondja, hogy nem ennyi. De én most azt mondom, hogy az rossz pocs, hogy össze volt számom, én vásár, itt voltam még. Itt volt, ez ennyivel csak a föllépők volt a 12. Oké. Tehát meg volt kérdezve külön, hogy föl van rajta, van a izé, vissza lehet hallgatni. Most is 15 jóval van hagyva a föllépőkre. A többit még onnét, ahonnét fölözitek. Költségvet is jóval van hagyva, Dohodalkra is, Repre is, Abut fölözik. Minden esetre, még közbeszólok, hogy én nekem már elképzelésem, például visszatérek ahogy a reklám LCD-hez, hogy próbálok olyanból kiindulni, hogy megszólítani a vállalkozókat, hogy tegyük fel jövőre szintén támogassák, és akkor abból a pénzből már jönne valami bevétel, rám jönne a reklámra, és akkor abból már tudnánk hívni például abból valami felületet. Úgy, mint Zsigárdon tegyük fel a vállalkozók. Egy kicsit egy kicsit 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 kicsit. Hát azért szerintem megvan a telefonod rám, telefonszámára. Persze, természetesen. Csak ilyen faktikus. Jó, oké. Okay.
A másik dolog még az, hogy én örültem, hogy összejön az a pénz, amit meg tudod szerezni ezt. Ennek az egésznek úgy kell működni, amikor jó, hogy most lett elfogadva a költségvetés. Amikor a költségvetés el van fogadva, akkor ennek a programnak, vagy ennek a költségvetésnek a vásáron adja, ahol meg kell venni. Mert nem változik neked, mennyivel 10-12 ezer euróval számíthatsz abból, hogy bejön neked a pénz. Tudom, hogy ez megy a kiadásból, és akkor kell még beszélni, hogy mennyi pénzt adunk rá. Mert amikor elején a válság el volt kezdve, akkor azt mondtuk, mint képviselők, akik nem tudom, még van ott valaki, akik voltak, akkor amennyit beviszünk, annyit adunk ki. És nem terheljük meg a falu költségvetését ezekkel a dolgokkal. Ezzel a válság 18-20. A végén úgyis kijönnek a... Mert most hiába fogjuk, mint azt, hogy tudod, hogy én most azt mondom, hogy itt mind elhangzott, hogy elveszik a polgármestertől, azt a pénzt akkor is kiadjuk. Igen. Hát mindig még zsebénből adom ki. És ma már ez olyan, hogy ma már mind mire akarunk dönteni, hát minden el van rendezve. Igen. Itt már nincs mi. Meg a másik dolog. Minél több ember legyen, minél több álladó. Hogy mikor még állítás Tomi volt a kultúrfelelős, akkor még volt lehetőség támogatások. Igen, akkor más volt, mert 20 ezer euró jött a pályázatból, érted? Csak abban azért tisztában kell lenni, hogy meg lehet nézni a árlistát is, hogy ezek a föllépők nem kevés pénzzel lépnek föl, és egy haknizó eljön 1500 euró egy fél óráról, és hogyha akarsz egy élő koncertot, a faluban egy komoly koncertot, akkor az 5000 eurót is. És csak egy fölépőről van szó. És meg lehet nézni azért, most én szintén csak azt mondom, hogy szerintem ezt meg lehet nézni, ezt a programot. Bárki elé oda mellett tenni. Krisztián, én nekem, amikor megkaptam a programot, megnéztem ezt, és azt mondtam, hogy magamban mondom, nem tudom, intéztünk-e rá a dotációt, annélkül, hogy már ez elhangzott volna, akkor a kiszámolnak, hogy tudom, hogy 20 ezer eurón fölül muszáj kiadnod a pénzt. Itt egyetlen egy dologról van szó, hogy minden éven megbeszéljük, mit hogyan kéne csinálni, és soha nem az van, érted, hogy ennek a költségvetésnek akkor kell idejönni, amikor valahol még kell keresni. A iskolára, a sportra, a gyerekekre, vagy bármire, hogy vitatkozunk 500 eurókon, most még egyenlőre túlléptünk egy valamit, egy csomó. Itt nem arról van szó, hogy ez nem jó, hanem ezzel számolni kell. Nekünk ez ma megvolt, még az előző testületen is össze volt állítva, hogy nem volt költségvetünk. Nem volt költségvetünk. Figyelj, oké, És még a dohodik mennyi van ki? 1500 van a dohodákban. Igen, nincsen még 90 euró. A 26-os pontot javasolják, hogy legyen előbbendíve. Most milyen határozatot fogadunk el? Meg
kell rosszkocsitot ömelni valahogy, ahogy találkozni. De volt már nem, hogy milyen rosszkocsitot ömelni, hogy ennyit csinálunk? Sem! Dehogy el! Isten már, Isten már! Kicsit cigalmas, mert senkül nem csinálunk. Megfogom a zsenyt. Nem is, engem nem érdekül a név, de amikor nem lehet befaragni, az mindenkinek... Már a faragtók, már van én viszont a faragtók, és ugyanazokon a árokkal dolgozom, mint a tagadó. De hát itt nem a helységelosztások kell, hanem itt van a trióhába, hogy
na základe vykonanej inventarizácie majetku, vid inventarizáciu hnutelného majetku na prílohu číslo 1, príloha 5, 6, možno poď asi jazyk pozdra. Sőt, a obecon már elkezdtétek leírni is ezt a technické szódnokényét. 960 Viako škola, aha, už roky dozadu, aspoň do roku 2009, čo som vedela tak dozadu skontrolovať, máte ako majetku hodnotu budovy školy. Na základe čoho? Na základe čoho? Toto bolo od roku 2004, odkedy je právna subjektivita, odtedy to takto ide. Tam bolo... Takže aj obecná, teda... keď kresujete majetok, aj obecná 960, aj u vás je nejakých 800. A to nie, keď bola delimitácia... Predpokladám, že vy na základe toho delimitačného... No, áno, 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 áno. A tam, tam sú... bola, ak si dobre pamätám, tam bola takáto hodnota, ale áno, to vôbec to nesedí. Ale to ani nie je budovy, ale tam je v rámci tej delimitácie, že tieto porasty, čo sú, a stromy, a taká spoločenská hodnota vyčíslená, také. A vy ste hovorili, že urobili ste milú, že ste robili takú inventarizáciu. Urobili ste inventarizáciu hotelného majetku? Veď sme dali aj naozaj. V januári som dvakrát spravila. Tuto prílohy máme rozdielenie. Dvakrát som ja inventarizovala, všetkých šanov som poslala sem. V januári. A to správo majetku nemá nič spoločné. Lebo dvakrát som všetko robila, celú inventarizáciu. Jeden šanov som sem dala a druhý máme v škole. A bola pohci už určil pán starosta, že kto bude majetok robiť na obci? Robí sa na tom, však teraz... Robí už mesiac, už malo by to byť 10 rokov dozadu. Do 15. januára sme dali to, určite aj... Samozrejme, samozrejme, samozrejme. Celý šanón. Áno. Egész šanón ide 5. Mindenki van nyomtatva. Igen. Ami bárja nem is. Én januárból eltartam. Ez már vissza lett adva tavaly. Azt mondták a iskolások, hogy még januárban leadták ide, és akkor most ide van téve ugyanaz, de egy szóval nincs átváltoztatva, akkor is mondtuk, hogy ez nem lehet ilyen úgy. Ott van a valós összeg, fizikai inventária, cena, operáció, az osztatková cena, minek alapján könyvelitek a legjobb. De mindegy, mert elhészük, hogy nem jó, semmi semmire nem ül. Ki fogja megcsinálni, és mikor? Vagy mit követ? Hát látod, hogy már dolgoznak azon, hogy valaki a májétokat csinálja, mert a legfontosabb, egyik legfontosabb dolog a falun nincs senkinek odaadva. Ez nem úgy döntse, hogy valakinek odaadja, most mondd meg, kinek ad az öde. Ő is most tanul, de hát nem arra ez egy ilyen mekkora nagy faluban, ennyi tulajdonnal, mint ez, az annyira egyszerű. Valakit te fogod csinálni, és akkor csinálja. Hát idáig is nem volt csinálva, évekig nem volt csinálva. Volt az anyuka csinálva. Hogy csináltok inventarizációt? Minek a alapján egyeztetitek le, hogyha nincs a majetok vezetve? Tehát ha beleírt a fiat a správa a majetku szerződésbe ilyen összeget, akkor hogy volt a inventarizáció, amit csinálok? És akkor záverési úgysetet raksz elén, aminek egyik alapja, hogy a inventarizáció rendben. De már ezen állandóan egy éve már mint a papagáj állandóan ezt is ismételi. Köszönöm.
na základe toho bola robená inventúra. Žiadne iné doklady som momentálne nevyskytol, ale to mohlo tomu inventarizáció és azok voltak inventarizálni. De akkor ki csinált ezt a szerződést, ahol nem jól szóltál össze a pénzelés és szerződésre. Ezt így is van, hogy ott a office-szal nem lett látható. A technikai szemben nem volt office-szal. Na jó, de az volt, hogy hiszem más ezzel. Javasolnám, hogy menjünk tovább már a bűncselekményekbe, mert jó magam, hogy én megmondom őszintén erre szavazni nem fogok. Már egyszerűen boldogom. Majd ember lesz, és az ember átlással, akkor igen, azt mondom, hogy ezt tessék, halasztok el már hiafunk fölött, hogy most egy oldalt sem érhetem. Akkor köszönjük szépen, elbúcsúzkodunk. Sugányi Lasszi bácsának a felesége, a többiek a csalószak vannak. És azokkal volt beszélve?
Nem értük még előköt. Ja. Hát csak most, nem értük. Akkor már mondtuk azt, hogy legyen megvíve. Azért, legyen megvíve, de hát most... Akkor legyen külön. Csináljuk meg úgy, hogy a következő testületi ülésre legyenek elkészítve. Ezt jóval hagyjuk el. Meg kell szólítani. Meg kell szólítani. Az, stb. És elkészíteni a mindszerzőt. És azt fogjátok jóval mondani. Párszorosan hangos. Nem akarjuk összekeverni a skalóhúzatot. Van, de szóval szívesen tudom.
A levél meg van július 11-én.
Nem, de aztán megint volt egy, mert megint visszajött pillanatok alatt a katasztrófa. Én ezt nem nyomtattam ki, mert azt mondtam, hogy amikor átnéztem, hogy ezt nem valaki. Ez professzor. Ott van, és egyébként viszi, hogy most ilyen valós. Következő érzelmet, hogy nem jelenik most jól van, mert én meg ügyet csinálom. Ott nehéz összeszedni a dolgokat.